Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, talán túlzásnak tűnhet a vezérszónoki pulpitust használni egy egymondatos törvényjavaslat esetén, aminek egyetlen egymondatos indokolását is adták pusztán az előterjesztők, de engedjék meg, hogy hazánk legnagyobb problémája a demográfiai válság ügyében kiegészítsem ezt az egypontos javaslatot további 15 javaslattal, amit a Mi Hazánk Mozgalom szeretne, hogyha előbb-utóbb itt döntése is kerülhetne az országgyűlésben. Hiszen édes kevés az, ami történik, és bár érthető, hogy szeretik csepegtetni a pozitív híreket, mint amilyen egyébként ez az egymondatos előrelépés is, miközben a negatív információkat általában egyben öntik a nyakunkra, mondjuk a költségvetés keretében láthattuk, hiszen jövőre 50 milliárd forinttal kevesebbet szán a kormányzat család támogatásokra, kevesebbet terveznek, mint a 2023-as keretösszeg, és akkor még nem beszéltünk az EU rekord magyar inflációról, ami miatt ez tulajdonképpen még annyit sem fog érni. Pedig jóval több támogatást kellene, gondoljunk csak arra, hogy 1956 óta nem zárt olyan rossz évet a népesedés terén Magyarország, mint 2022-ben. És ezt a Fidesz kormány alatt, ezt a szégyent a Fidesz kormány alatt kellett megélje Magyarország. Elképesztő, hiszen a magyarországi magyarok száma, beleszámolva természetesen az elvándorlásokat is, soha nem csökkent még akkora mértékben 1956 óta, mint a 2022-es naptári évben a KSH hivatalos információi szerint. Éppen ezért, ami lehet, változtatnunk kell, élhetővé kell tennünk természetesen Magyarországot, külföldi vendégmunkások helyett inkább tisztességes béreket és munkakörülményeket kellene biztosítani, de ismerjük el azt is, ami pozitív, és a gyermekek után járó minimális pótszabadság esetében indokolt, hogy azt valóban kivehessék a szülők, amikor azt szeretnék. Már azért tegyük hozzá, hogy ebbe az egy mondatba azért ott van az, hogy a munkáltató például kivételesen fontos gazdasági érdek, jelentsen ez persze bármit is, esetén a pótszabadság kiadását akár 60 nappal is elhalaszthatja, tehát azért ez a nagy szabadság azért úgy tűnik, hogy mégsem korlátlan. És ami a szabadságokat és főleg az apa szabadságot illeti, hiszen a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének vezetője nyilatkozta néhány éve, hogy a legnagyobb oka talán a gyermekvállalási kedv alacsony voltának, hogy az apák nem vesznek részt kellő arányban a gyermeknevelésben. Ilyen értelemben már csak érzékenyítés szempontjából és rászoktatás szempontjából is nagyon fontos volna a születési szabadság biztosítása az apák részére is. És az, amit önök most büszkén nemrég ugye beterjesztettek, inkább EU-s nyomásra ezt is, hogy 5 plusz 5 nap szabadságot adnak, az már eleve egy kicsit szemfényvesztés, hiszen a második 5 napnak a 40%-os juttatása azért az inkább közelebb áll a fizetés nélküli, mint a normális szabadsághoz. És tegyük hozzá, hogy Spanyolország teljes fizetés mellett 16 hetet biztosít az apáknak egy gyermek születése esetén, de lényegében teljes fizetést és egy hónapnyi szabadságot adnak Ausztriában, Észtországban, Litvániában, Szlovéniában, Portugáliában és Franciaországban is, tehát ha már az Európai Uniós példákat nézzük, akkor sok esetben inkább sereghajtó Magyarország, mondjuk ami például a nők részmunkaidős foglalkoztatását is illeti, és hozhatnánk még példákat. De maradjunk ennél a napirenden lévő javaslatnál, a pótszabadságnál, amivel kapcsolatban azért rögtön ki kell térjek arra, és sajnos nem csak mint történelem, mint múlt a Covid diktatúra, hiszen folyamatosan veszélyhelyzetben élünk Magyarországon, most már tulajdonképpen több mint 4 éven keresztül folyamatos veszélyhelyzet van és lesz. Éppen ezért emlékeztetni szeretnék arra az országgyűlési határozati javaslatunkra, amit a Covid diktatúra legmélyebb pontján nyújtott be a Mi Hazánk Mozgalom, a pótszabadság kezdeményezése, bővítése érdekében a szülőknek a veszélyhelyzetben a bölcsödék, óvodák, iskolák zárva tartásának idejére. Ne adja Isten, de a WHO diktatúrájának árnyékában ismét föl kell készülnünk a kontraproduktív gazdaságot is tönkretevő bezárásokra. És a járvány miatt szünetelő
intézmények, illetve az otthoni oktatás miatt a kisgyermekes szülők már láttuk, hogy ilyen esetben rengeteg plusz feladatot kell ellássanak, amikor bezárják az iskolákat. A szabadságok pedig hamar kimerülnek, ezért a gyermekenként járó évi két nap pótszabadságot a Mi Hazánk mozgalom javasolta a Covid diktatúra idején, de hát mivel folytatják WHO diktatúrával és veszélyhelyzetben vagyunk, ezért az esetleges iskolai bezárások esetén, intézményi óvodai bezárások esetén jelentősen meg kell toldani az intézményi zárva tartások idejére a munkáltatók állami költségvetési kompenzálásával. Költségvetési forrásként javasolta a Mi Hazánk mozgalom többek között a roma integrációra, mint feneketlen kútba öntött és szétlopott milliárdokat. Hát elvégre a dolgos cigányok is kapnának pót szabadságot, hogyha így nézzük. Ami pedig a szülőket úgy általában illeti, a Covid diktatúra lezárásai alatt hátrány érte őket a többi munkavállalóval szemben, és sorbulnak a szabadságra vonatkozó alkotmányos, elvileg alkotmányos jogaik is, ugyanis nem dönthettek szabadon az éves fizetett szabadságuknak, hát sem az időpontjukról, de ami talán súlyosabb, hogy hát a szabadság eltöltésének a módjáról, hiszen az lényegében otthoni tanítást jelentett, gyakorlatilag állami feladatot kellett ellássanak az intézmények helyett szabadságuk jog címén. Hát ennyit a pót szabadságról, és most engedjék meg, hogy 15 pontban ismertessem azokat a javaslatokat, amelyek egy része anyagi ráfordítást sem igényel, de kezdjük azzal, amik elismerem, anyagi ráfordítást igényelnek, ezért itt kellene, hogy legyenek akár ebben a javaslatban, illetve némelyik akár módosító javaslatként még kiegészíthető, némelyikkel kiegészíthető ez az önök egymondatos, egypontos javaslata. Infláció követő családtámogatásokra van a szükség, a költségvetés teherbíró képességének megfelelően a biztosítási jogviszonyhoz kötött rendszeres családtámogatások infláció követővé tétele indokolt, illetve legalább bizonyos százalékkal történő megemelése. A gyermekneveléshez szükséges cikkek áfájának csökkentése is indokolt, kisgyermekek gondozásához szükséges eszközök, tanszerek, iskolai felszerelések bizonyos részének áfa csökkentéssel, akár árfigyelő rendszer bevezetésével történő árcsökkentése. Óvodai és bölcsödei férőhelyek számának növelése, a bölcsödei gondozási díj eltörlése is indokolt, azon családok esetében, ahol a gyermek születése után az édesanyja vissza szeretne menni dolgozni, illetve ez a család megélhetése szempontjából szükséges. Az állami gyermekfelügyelet széleskörű biztosítása szükséges, valamint anyagi terheinek csökkentése. Negyedik pontként említeném a munkaerőpiaci visszatérés hatékony segítését, a munkaadóknak jelentős kedvezmény biztosítását, amennyiben édesanyákat foglalkoztatnak. A gyermekkel otthon töltött idő alatt az édesanyák számára ingyenes, akár online képzések biztosítása volna indokolt széles körben. A rugalmas munkaidő a csoportos munkavégzés biztosításának lehetősége nem odázható el tovább. A sajtóban egyébként gyakran emlegetett női bérhátrány, azért mondjuk ki, valójában inkább az anyák bérhátrányát jelenti. Ötödik pontként a főállási szülőség bevezetését, hiszen ma Magyarországon ez 28.500 forintot jelent bruttóban. Hogyha valaki ennek szeretné szentelni az életét egy igazán nagy család vállalásával. Én azt gondolom, hogy megfelelő garanciák mellett persze, de meg kell találni a módját, hogy a három gyermeknél többet, akár jóval többet vállalók anyagi biztonságban nevelhessék gyermekeiket. Hivatásos szülők programjának is szokás ezt nevezni a szakmai berkekben, hiszen a négy vagy annál több gyermeket nevelő családok aránya több mint 10%-kal csökkent úgy, hogy a három gyermekesek aránya nőtt is. Tehát ebben jelentős tartalék lehet. Hatodik pontként ajánlanám a kormánypártok figyelmébe az anyák életkorának kitolódására szükséges reakciót, mivel ma már egy átlagos magyar nő 30 éves, amikor az első gyermekét világra hozza, erre hatékony reakciót kell adni az államnak. Például azzal, hogy családbarát felsőoktatást alakít ki, illetve pályakezdőként gyermeket, vállalókat kedvezményekkel, ösztönzőkkel kellene segíteni, hosszú távon is kiszámítható életmód kialakítására alkalmas anyagi juttatásokkal. Kifejezett célprogramok szükségesek a felsőoktatási hallgatók és a friss diplomások számára is. Hetedik pontban a családszerkezet átalakulására reflektáló családpolitikát ajánlanám figyelmükbe, hiszen a nagyon nagy családok jelentős visszaesése mellett a gyermektelenség tört előre. Arányaiban a legnagyobb visszaesés ugyanakkor
a két gyermekesek arányában történt. Tehát miközben a gyermektelenek és az egygyermekesek aránya nőtt nagy mértékben, a két gyermekesek és a négy vagy több gyermekesek aránya csökkent. Ebből a szempontból azért érdemes átgondolni a hangsúlyok legalább kismértékű eltolását a harmadik gyermeket ilyen nagy mértékben kiemelő családpolitikában. Aztán az országos bérlakás programról is hiába beszélünk itt sok éve, pedig azon fiataloknak, akiknek elsősorban anyagi okból nem reális egy évtizeden belül a saját tulajdonú lakás, országos bérlakás program indítása szükséges, hiszen a felmérések is azt mutatják, hogy saját bevallásuk szerint az egyik legnagyobb gátja a gyermekvállalásnak az általuk megfelelőnek ítélt lakhatási körülmények hiánya. És végül, ami még anyagi ráfordítást igényel 9. pontként, az anyaotthonok férőhelyeinek bővítése, ami szívemhez talán legközelebb álló javaslatunk, hiszen a válság terhes állapotú édesanyák segítését szolgáló infrastruktúra megerősítésével számos gyermek, magzatgyermek élete megmenthető volna, és sajnos sokkal nagyobb az igény, mint ahány férőhely országszerte rendelkezésre áll az anyaotthonokban a válságos helyzetbe került édesanyák esetén. És végül hadd említsem az anyagi ráfordítás nem igénylő javaslatokat. Elsőként is az oktatás, felsőoktatás szemléletének családbaráttá tételét, hiszen azon szakemberek, akik a munkájuk során a későbbiekben gyermekekkel fognak foglalkozni, számukra a hagyományos családmodell értékének népszerűsítése szükséges az oktatás tananyag tartalmán keresztül is. Aztán az úgynevezett pótnagyi program, amit másodikként ajánlanék a figyelmükbe, ez sem igényel anyagi ráfordítást. Mondjuk önkormányzatok szervezésében állandó találkozók lehetnének idősek és gyermekek közt. Egy adott település közösségi tereiben délutánonként az idősek vállalhatnák a gyermekek felügyeletét, velük való foglalkozást, így könnyítve a családok elfoglaltságait. Ezzel segíthetnék a szülőket, illetve az idősek mentális és szellemi állapotára is jó hatással lenne. Hasonló elven szervezték meg egyébként működőképes módon Hollandiában az egyetemisták szállásait. Aztán a szabad szülőorvos választás visszaállítása is kényes, intim kérdés tulajdonképpen, pedig különösen indokolt a bizalom megléte ilyen intim helyzetben a kismama és az orvos között. A családbarát szemlélet népszerűsítése az egészségügyi személyzet körében szintén szükséges volna. Negyedik pontként a család értékének tudatos népszerűsítését kérném a médiában. Sajnos még a kormánypárti sajtóban jelenleg is találunk olyan cikkeket, véleményeket, amelyek szintén a gyermektelenséget népszerűsítik, a tudatosan vállalt gyermektelenséget, mint életpályát, mint életformát állítják be példaként. Végül, de még nem utolsó sorban, évente 3 abortuszmentes nap bevezetésére szükség volna, szimbolikus jelleggel pusztán. Ez egy civil kezdeményezés az Alfa Szövetség részéről, amelyhez országszerte több mint 40 kórház önkéntesen is csatlakozott, így kisebb ellenállásba ütközne ennek országos kiterjesztése. A javaslat lényege, hogy a kijelölt napokon nem végeznek Magyarországon abortuszt, ami még így is szimbolikus, hiszen a 365 napból mindössze 3-ról lenne szó. Én érzem azt, hogy most egyetlen egy kormánypárti képviselő sem figyel rám, de így volt ez a színfangtörvény kapcsán is, és mégis eljutottunk oda, hogy ebből ma már hatályos rendelet lett, ezért készek vagyunk ezt sokszor az önök szemükre vetni ezeket a mulasztásokat. Ezért utolsó pontként hadd ajánljam, ami még szintén anyagi ráfordítás nem igénylő javaslataink közé tartozik, a 15. pont, családokról szóló előadások olyan szervezését, amelyek szakmailag színvonalas, ugyanakkor előadásmódjukban is érdekes előadók számára országos turnék szervezését takarja, amelyen családok és a gyermekvállalás értékét mutatják be. Ilyen kampányokat kellene indítani, akár óriás plakát kampányokat is. Kormány propagandát természetesen látunk óriás plakátokon, de valódi társadalmi célú hirdetéseket sajnos nem, pedig a gyermek áldás. Tisztelt Országgyűlés, ezt a 15 pontot természetesen eljuttattuk Magyarország kormányának, a családpolitikáért felelős államtitkárnak is. Na, ki tudja megmondani, ki az?
általában kormánypárti képviselők sem tudják még a nevét sem. Ennyire háttérbe szorították Novák Katalin államfővé választása óta. Korábban önálló minisztériumot kapott, most már ezt eldugták, személyhez szabták, nem csak Dajs Tamás idejében a sportminisztériumot, hanem úgy tűnik, hogy manapság is személyekhez szabnak minisztériumokat, és nem pedig célokhoz. Pedig az igazi cél az lenne, hogy Magyarország legnagyobb problémáját, a katasztrofális demográfiai helyzetet megfordítsuk, hogy egy népesedési fordulat következzen be a magyarság életében, ami nyilvánvalóan sok szempontból indokolt, nemzetpolitikailag például, hogy ne váljunk kisebbségi a saját hazánkban néhány évtizeden belül akár, ha gondolunk akár a cigányság népességrobbanására is arra, hogy a magyarság pedig generációnként szinte megfeleződik, hiszen egyhez közelít, hogyha leveszük a cigányság népességrobbanását a magyarság termékenységi mutatója. Ezzel tehát foglalkozni kell, kérem ezért, hogy e 15 pontunkat megfontolni szíveskedjenek. Köszönöm a figyelmet!